Puzsér. Hisztérikus ripacskodás zajlik a színen. Ma este. Itt összefüggő toporzékolás zajlik a semmin. Ismét bemutat. Ebből következik az, ami hát sokkal inkább szánakoztatás, mint szórakoztatás. A 10 leghitványabb magyar tévésorozat. Itt valaki vagy túl sok LSD-t dobott be, vagy túl keveset. És egy ember. Annyiban sietnék megmentésére az alkotóknak, hogy ők legalább még pontosan tudják, hogy ez lesz. Aki rendet lesz a fejekben. Eddig, ugye? Kezdődik a Sznobjektív. Szókimondó igazságshow a Hír TV-n. A stúdióban Puzsér Róbert, az ország kritikus sorozatgyilkosa. Sorozattraumatizált jó estét kívánok! Ahogy a magyar futball más sportág, mint a futball, úgy a magyar sorozat is más műfaj, mint a sorozat. Ezért nem is lenne szabad ezeket egymással versenyeztetni. Mégis, ahogy emelkednek ki a földből a stadionok, úgy nyílnak az újabb és újabb díszletraktárak a Róna utcától a Kunigunda útjáig. Mi pedig bénultan nézzük, ahogy az adónkat egyik feneketlen kút után a másikba öntik. A 10 leghitványabb magyar tévésorozat. Ez a ma esti Sznobjektív tárgya. És mert egy sorozatgyilkosnak bármikor szüksége lehet segítségre, Horváth Oszkár média szakembert szólítom. Jó estét kívánok! 30 éve még a film volt a mozgókép első vonala, és a sorozat volt a mozgókép másodvonala. Most arra történt egy őrségváltás, a sorozat az első vonal, vagy fogalmazunk úgy, hogy a sorozat a felnőtt tartalom, és a mozifilm az meg a matiné tartalom. Ugyanakkor a magyar sorozattal kapcsolatban az az embernek az élménye, hogy Magyarországon vagy a magyar sorozat esetében ez az őrségváltás, ez még nem zajlott le. Tehát itt nálunk továbbra is a 30 évvel ezelőtti sorozatok magyar kópiái készülnek, és azoknak a C-osztálya, ifjúsági, járási és női tagozata. Újra meg újra alakul a szemünk láttára, újra meg újra csetlik-botlik a szemünk láttára. Mindegy is, lényeg, hogy bekerült a nappalinkba a sztár. Azt nem értem, hogy minek teszünk még mindig gesztusokat a műsorgyártásra, hogyha egyszerűen egy otthoni biztonsági kamerának a képét ki lehetne vezetni egy egyórás műsorban, ahogy tojásrántottát csinál, és utána lezuhanyzik az adott celebritás. Untig elég volna, de még mindig dolgozik valahol egy kis lelkiismeret a rendszerben, és azt mondja, hogy hát azért legalább álcázzuk műsornak egy ideig, majd jövőre kijövünk azzal, hogy beadjuk a fekete-fehér biztonsági kameraképet, aztán hazamegyünk szépen a családjainkhoz. Kiválasztani a globális kínálatból a legalávalóbbat, és azt lerontani. Ez a recept a TV2 döntéshozóinak ízlését dicséri. 10. Egy rémrendes család Budapesten. Valami olyan hely kéne, ami kellemes, kényelmes, olcsó. Megvan, a cipőboltba fogunk aludni. Jaj, drágám, gondold meg, még van időnk. Gyűjthetnénk kartondobozokat, és beköltözhetnénk a híd alá. Á, nem, az nem jó. Az olyan lenne, mintha anyádéknál laknánk. Mi bajod a plázával? Eddig az volt a második otthonod. Hát most majd az első is az lesz. A cipőbolt jó hely. Ha nincsenek vevők, egész kellemes ott. És biztonságos. Bezárom az ajtót, egy lélek se tud bejönni. Én azt gondolom, hogy egyetlen sorozatnak a humora nem állt ennyire közel az Irigy Hónajmirigyhez, mint az El Bundy és a magyar El Bundy. Valahogy azt érzem, hogy bár a magyar sorozat az más műfaj, mint a sorozat, ez itt a kompkikötő a kettő között. A sorozat és a magyar sorozat műfaja között, ahol az El Bundy az Budapestre költözik közénk, és tulajdonképpen megteremti a kontinuitást e között a két végtelenül idegennek tűnő, de láthatjuk, hogy mégiscsak egymással rokonságban álló műfaj között.
nagyon sok televízió sorozat, meg pláne ezek a napközben futó sorozatok, azt a funkciót töltik be, hogy az elhunyt házastársunk helyett, vagy az elköltözött gyerekeink helyett legyen még valaki a nappaliban. A nappalinkból hiányzik valaki, és nyitunk egy ablakot a világra a tévén keresztül, és azon az ablakon keresztül tényleg bejöhet a világból bármi, de a rémrendes család esetében egy másik család nappalia van odafordítva a tévé üvegéhez. Érted? A nappali a nappalihoz csatlakozik. Ez a szélső értékkel végzett művelete ennek a műfajnak. De a jó barátoknál is a nappali csatlakozott a nappalihoz, és az mégis nézhető volt, és mégis szórakoztató volt, és mégis szerethető volt, és nem volt ennyire alávaló és proli, és nem volt ennyire szolgai, mint hogyha az Állampont.net-et látnánk, hogy valamit, ami Amerikában otthonos, azt megpróbálnak ide berugdosni a magyar hétköznapokba, meg a magyar nappalikba, holott itt Magyarországon ez idegen, nincs kultúrája, nincs megalapozása. És mégis, mivel hogy nyugaton, meg a tengeren túlon megy, és jól működik, és jól teljesít, itt is fog. És ez a babonás hit, hogy ha valami teljesít nyugaton, az itt is fog, és semmi más dolgunk nincsen, mint szolgai módon adaptálni, és tolni az embereknek a pofájába, mint amikor a libát tömik, és előbb-utóbb meg lesz tömve az a liba. Itt ez a recept, ez arról szól, hogy vedd nyugatról a leghitványabbat, hozd haza, rohazd meg, és kínáld fel a magyar közönségnek. És zabálni fogják, látjuk a recept, milyen jól működik. Valójában itt sikerült mégis alábecsülni a magyar tévénézőket. Mert látjuk, hogy ez megbukott. Hogy azért mégiscsak van az a nívó, vagy van az undorító kaja megrohasztva, ami már a magyarnak sem kell. Az ezredforduló után jött egy pillanat, amikor a Heti Hetes már túl népszerű volt ahhoz, hogy ne gyártsanak belőle egy spin-offot, a Familia Kft. Legalávalóbb hagyományai tápolva. 9. Pasik. Megjöttél? Nem is hallottam. Mikor jöttél meg? Megjöttünk, Palika. Megjöttünk. Megjöttünk? Kik? De annyira jó volna, ha nem csinálnál mindebből viccet. Nem tűnik fel neked egy dráma, akarok csinálni? Ne hülyeskedj, Palika. Nincs idő most veled beszélgetni, komolyan mondom, már lekések a kung fu edzésről. Ma tanuljuk az egy ujjal ölés módszert. Hisztérikus ripacskodás zajlik a színen. A poénok azok sajnos nincsenek megírva, talán mert túlságosan is rohamléptekben kellett megírni ezt a úgynevezett cselekményt, vagy bármilyen is volt ennek a pasiknak. Ezért hát mindenki eljött, az író nem jött el, de a poénok helye az dramaturgiailag mindig jelezve van. Tehát a röhögőgépet kezelő kollega úr, az mindig tudósítva van arról, hogy itt van a derültség és a jókedv helye, itt kell föltolni a potmétert, amelyik a röhögést okozza. Ugye? Ez egy jutalomjátéknak tűnik. Mindenki hozhatja a saját karakterét. Nézd már meg, hogy a Gálvölgyi nincsen beöltözve egy szerepre, ő Gálvölgyinek van öltözve. De a Bajori mi is. Folyamatosan öltönyben van, mert ő abban szeret megjelenni. De gondolom, hogy tréningruhában van otthon, könyörgöm, de minimum Hugh Hefner házi kabátban. A Bajor legalább szégyentelen. És ezt a jó értelemben mondom, mert amúgy egy színész legyen szégyentelen. Tényleg legyen? Nem az alpári értelemben, de könyörgöm, hogyha kiállsz több százezer vagy több millió ember elé, vagy kiállsz egy színházteremben 700 meg 2500 ember elé, akkor nem szégyelheted magadat, ha elő akarsz adni valamit, hát szerintem meg az a jó, hogyha nincsen okod arra, hogy szégyeljed magadat. Tudod? Tehát, hogy a probléma az, hogyha nincsen benned szégyenérzet. És így aztán meg se tudod, hogy történt-e valami szégyenletes, amíg a színpadon voltál, vagy sem, hiszen már kiégtek a receptoraid erre. És itt nekem kifejezetten ez az érzésem. Tehát amikor a szégyentelen ripacskodást látod, és az az érzésed, hogy úristen, hát ez borzasztó kínos, főleg
poénok nélkül. Mert ugye, hogyha lennének poénok, ők is érzékelnék, hogy ez vicces, már is lenne mit eljátszani. Már is meg lenne a feladat, hogy ezt a poént viccesen, szórakoztatóan add elő. Csak hogyha nincs megírva a poén, akkor nem tudod, hogy mennyire kell viccesnek lenned, hiszen nem vicces a szöveged. Csak hogy a koncepció, maga a tévésorozat koncepciója az, hogy pasik, az meg vicces. Tehát tudod, hogy itt most viccesnek kell lenned, viccek nélkül. És ennek mi a következménye? Ez a szemérmetlen pojácáskodás és toporzékolás. Ez a végtelen túlhajtása a úgynevezett színjátszásnak. Mert karakterekkel szórakoztat, és nem sztorival meg poénokkal. Hát elég lesz az, hiszen úgy szeretjük őket. Három ünnepelt karakter van a képernyőn. Hogy jövök én ahhoz, hogy belekössek akár kettőnél többször a felvétel minőségébe? Hát nem lehet benne hiba. Jó lesz az úgy. A készítőknek semmilyen ötletük nincs. A készítőknek hiteltörlesztő részletük van. Ez jól látszik. És itt Ez az a koncepció, aminek az alapja nem egy ötlet vagy néhány poén, hanem kifejezetten egyfajta pénzszükséglet, egyfajta közgazdasági hiány, amit ki kell tölteni, ugye? És hogy ebből következik az, ami hát sokkal inkább szánakoztatás, mint szórakoztatás. A vasfüggöny leomlása után nem sokkal az MDF-es kultúrkormányzat úgy döntött, hogy a rendszerváltás győztesévé teszi a magyar középosztályt, ezért Körmendi János kísértetnek öltözött. Egy rossz szó vicc életre kelt. 8. Frici a vállalkozó szellem. Mi volt a benyomásunk ezt a sorozatot látva? A könyvtárszakos történész elit próbálja elmagyarázni a rendszerváltást, meg a kapitalizmust, meg a liberális demokráciát, piacgazdaságot nekünk, de hát ő nekik sem magyarázta el senki, jól láthatóan. Az az üzenet, hogy kezdjünk el vállalkozni, eljött a szabad világ. Az előző tulajdonosnak a dédnagyapja, a Frici a képkeretben, aki a Körmendi János, ugye, a vállalkozó szellem. Mikor volt utoljára a magyar vállalkozói réteg, a magyar középosztály sikeres, meg mikor volt úgy általában az egész komplett történelem során a Magyarországon uralkodó piacgazdaság valamelyes sikeres? Hát ez a dualizmus éveiben volt, tehát most, hogy így újra kapitalizmus lesz, nyúljunk vissza a dualizmus éveihez, nyúljunk vissza ezekhez az alapokhoz, hisz itt már volt piacgazdaság egykor, mi semmi másra nincs szükségünk, mint azokra a tapasztalatokra. Fel kell éleszteni magunkban a vállalkozás szellemét, hiszen az még nem szunnyad olyan mélyen, még csak 3 generáció telt el azóta, hívjuk el a dédpapit, majd a dédpapi mesél arról, hogy hogyan lehet vállalkozni. Tudod, ez az elképzelés, hogy 1990-ben vagy 91-ben az 1910-es évekből származó dédpapi bármit tud neked segíteni vállalkozni. Valakinek szóval, működött hogy... ez egyébként, hogy mit tudom én, 1905 körül 2 centtel a zsebébe megérkezett Amerikába, majd Genco Abbandandoval megalapította a Genco Olive Company-t, és úgy hívták, hogy Vito Andolini Corleone. Hát akkor ezt megpróbáljuk Körmendi Jánossal eljátszani. Tudod, mit hittünk el itt? Ebben a pillanatban? Hogy a lakossági tájékoztatásból szórakoztató műfajt lehet csinálni. Láttuk, hogy elég volt a Rózsa Gyurit kikergetni egy telefonfülke mellé, hogy a budapesti számok 7 jegyűek. És ezt elmondta 150-szer. Hát gyerekek, ez olyan jó, hogy ebből sorozatot kellene gyártani. Mi a következő kulcsüzenet? Hát, hogy lehet vállalkozni, hogy szabad a piac. De hát azt tudod, hogy a 90-es évek azok az egy ilyen eufóriában telt, főleg a 90-es évek első néhány esztendeje, az volt az élményünk, hogy bármi lehetséges. Tehát, hogyha tényleg leomlott a berlini fal, leomlott a vasfüggöny, kivonult a vörös hadsereg Magyarországról. Bármi lehetséges. Tehát, hogy itt miért ne lehetne játszva tanulni, vagy megtanulni vállalkozni úgy, hogy Körmendi János egy kicsit idétlenkedik. Így azt éreztük, hogy mindez lehetséges, és az az igazság, hogy ebből aztán következik minden, ami a 90-es években történt. Olajszőkítésestül, meg rablókapitalizmusostul, úgy mindenestül. Tehát, hogy így igazából mi egy ilyen végtelenül naív és végtelenül jó hiszemű társadalom voltunk akkor,
még nem voltunk felvértezve azzal a végtelen cinizmussal és azzal a végtelen keserűséggel, ami mostanában már azért általában jellemzi a magyar közgondolkodást. Listán 7. helyezettjét, miután napvilágot látott, nem nézte senki. Hiszen olyan mélyen múlta alul a színjátszás addig ismert színvonalát, hogy a magyarok inkább kiköpték sem, hogy lenyelték volna. A döntéshozók azonban jól tudták, hogy ez egy nemzetközileg bevált formátum, és semmi más dolguk nincs vele, mint képernyőn tartani. A társadalom kulturális immunrendszere végül felmondta a szolgálatot, és a Kárpát-medencében beállt a Stockholm-szindróma nyomorúságos állapota. 7. Barátok közt. Szerinted azért, mert én sittem voltam neked, jogodban áll fűvel, fával megcsalni engem? És én még rád bíztam a gyerekemet. Hát milyen ember vagy te? Mi van? Elvitte a kis cica a nyelvedet? Semmi szemforgató ömlengés az erkölcsöl, te kis ringyom. A Johan Zsolt ezt most fejezte. Te hiányoztál még! Tűnj innen, te állat! Hagyjátok abba! Állítsátok fel, ne magad! Linda! Linda! Mi történt? Segítsen már valaki! Úristen! A Barátok közt az nem attól ilyen alávaló, hogy semmit sem vettek fel kétszer, soha? Hát minden elsőre megvolt? Vagy volt olyan, szerinted, hogy így bármikor is leállás volt, és újraforgás volt azért, mert ez így nem volt nagyon hiteles. Ezt nagyobb átéléssel kérem. Vagy, tehát, hogy voltak olyan instrukciók, amelyek alapján egy felvétel nem volt meg egyből, hanem újra kellett beszélni a dolgot, hogy ezt hogyan szeretné látni a rendező. Legalább egy ilyen epizódvégi Rékasi féle meglepődés, hogy úristen, asztalbalesetet okoztam egy lánynak egy pohárral, miközben őrre mentem a szomszéd fiúval. 500 epizódot le kell gyártani egy évben. Ez egy időnyomás. Ezt valahogy teljesíteni kell. Én azt gondolom, hogy nem sokszor van újra felvett rész, de ezt csak gondolom, mert nyilván akad. Viszont lám energia Magyarországon napi szappan operára van. Míg napi late night show-ra nincsen energia, vagy alapanyag. Pedig mi megy az NBC-n, meg az ABC-n este 8-kor, 9-kor és 10-kor? Ugye esti show, late night show. Nem szappan opera. Mi most választottunk, hogy mi 8-kor szappan operát nézünk, mert mi a nyugdíjasok országa vagyunk, mi nem Észak-Amerika, mi Brazília és Argentina szeretnénk lenni. Yeah! A 90-es években Gágy György leckét adott a magyar társadalomnak az eltúlzott gesztusokból, a szélsőséges pojátszaságig feszített legkitványabb értelemben vett komédiázásból. Az élmény arra a hazugságra épült, hogy egy család a folyamatos hisztéria állapotában szórakoztató. 6. Família Kft. Rosszul vagy? Jaj, van. Hogyha itt minimum fáj. Na, hát nem vagy normális, Ádám. Én meg is. Szájszárosság? Szédülés? Drágám, szólj az elsőszülött fiadra. Ádám, édesanyádnak nincs ma émeigés, szájszárosság, gyomorodás. Jó van, édesapám, csak ellenőrzöm. És ezzel mit akarsz? Szülész, hát nem szülész, hát nem. Már ez se lehet. Az emberiség legősibb ösztöne, a faj fenntartása. Ádám. Hogy... Hát nem. Itt összefüggő toporzékolás zajlik a semmin. Ugye? A szórakoztatás gesztusai foglalják el a szórakoztatás tényleges helyét. Érzékelték, nyilván érzékelték a készítők, meg a színészek is, hogy hát itt hiányoznak a viccek, vagy legtöbb esetben hiányoznak a viccek, ezért azt eltúlzott gesztusokkal és szélsőséges pojácáskodással próbálták kompenzálni. A ripacskodás valóban nem áll távol a sorozattól. Az a kérdésem, hogy nem volt-e jobb mégis ezelé oda tapadni, mint meghallani a hét zenéjét este 7 órakor vasárnap, jelezve, hogy holnap suli. Mi lelkesen ültünk oda. Nem, értem, hogy utólag kritizáljuk, de mit csináltál te abban a pillanatban, amikor a Família Kft. Konkrétan képernyőn volt? Szégyenkeztem. Iszonyatosan progresszív vagy. De hát most mit csináljam? Úristen, de hát ez, én rettenetesen utáltam. Én rettentően nem értettem, hogy mire ez a hallatlan hisztéria.
De itt nem, itt megjelent egy anciság, meg egy ádámság, meg egy nagypapaság, meg egy viliség. Tehát voltak karakterek, és nem az volt, hogy behozta az utcáról Hernádi Judit Hernádi Juditot, Bajor Imre Bajor Imrét, Gál Völgyi meg Gál Völgyi Jánost. Létre lettek hozva a karakterek a 90-es évek első felében szitkom céllal, szitkom módszerekkel. Tudod, hogy lettek létrehozva a karakterek? A karaktereknek az alja, meg az oldala, az meg lett rajzolva, de a teteje a soha. Tehát a tetejét az akármeddig viheted. Eddig. Ugye? Bármeddig. Tehát, hogy nem tudsz sok lenni. Ugye? Tehát, hogy az az érzésünk, hogy Gád György sosem szólt le a Família Kft. Készítése során a vezérlőből, hogy a kevesebb is elég. Ez nem történt meg egy pillanatra sem. Ezt nekünk kellett érezni állandóan a képernyő előtt, mert ő, Gád György, soha nem érezte a vezérlőben. A legkitványabb magyar tévésorozatok listájával hamarosan folytatódik a Sznobjektív. A Sznobjektív folytatódik az öt leghitványabb magyar tévésorozat felidézésével. A rendszerváltás küszöbén minden előzmény nélkül sikerült lejátszani az LSD-t a Videoton Color Star TV készüléken. 5. Szimat szörény a szuperebb. Szimatomnak párja nincs, föld alatt van bár a kincs. Legyen bármi vére ásva, szimat szörény megtalálja. Kutyák és macskák, akik s**cik, boltosok, tolvajok, orgazdák, gengszterfőnökök, van egy robot rendőrfőnök, kutya. Itt valaki vagy túl sok LSD-t dobott be, vagy túl keveset. Ezt nem tudjuk eldönteni. De hogy itt valaki lecsatlakozott a valóság ösvényéről, az azért elég jól látszik. Itt valami egészen más történik, mint a további 9 sorozat esetében, amiről itt ma este beszélünk. Az összes többi koncepciót értjük, és méltán megvetjük. Ezt itt nem értjük. Nem értjük, hogy ez mi. Nem értjük, van a hiba. Nem értjük, hogy kinek jutott eszébe írni egy cselekményt, és kutyamaszkokat, meg macskamaszkokat rakni a szereplőkre, attól függően, hogy férfiak vagy nők. Na most, mivel hogy ezek a maszkok nem mozognak, hanem ezek statikus maszkok, ezért a színész meg van fosztva a mimikájától. Nem tud az arcával játszani. Ennek megfelelően mindent a karjaival játszik el, mert meg van fosztva az összes többi eszközétől. És amikor például kétségbe van esve, akkor azt így fejezi ki. Amikor meg tanácstalan, akkor meg hát így csinál. Ugye? És mindeközben a hangját azt a Kern András adja. Mert a testét nem. Tehát a szimatszörény maszk alatt Gergely Miklós található, hiszen minek oda hívni a Kernt eljátszani saját magát, amikor elég lesz a hangja? Lehet, hogy ez a koncepció mögötte. Ez egy új műfaj. Hogyan tudnánk a Kern Andrást újabb szinkron szerepre felkérni, ha nem készült új Woody Allen film? Csináljunk egy bábfilm jellegű pantomimes produkciót, és akkor a magyar filmet magyarok szinkronizálhatják úgy, hogy nem játszottak benne. Sikerült a színjátszást olyan mértékben meggyalázni, ahogyan korábban még kísérlet sem történt rá. Az az igazság, hogy tényleg az volt az embernek az élménye, hogy ezt a műsort, ezt egy másik faj számára készítették. Tehát, hogy valahol kell, hogy legyen egy értelmes faj az univerzumban, az emberen kívül, mert hogy ez emberi fogyasztásra alkalmatlan, mégis elkészült. Nem nagyon értem, hogy ezt most gyerekeknek készült, vagy felnőtteknek készült. Vagy skizofrén felnőtteknek készült. Vagy beelesdézett kutyáknak készült. Vigasztaljon, hogy mivel minden hímnemű kutya és minden nőnemű macska, ezért ezek ki fognak halni. Tehát a folytatás lehetetlensége bele van kódolva a szereposztásba.
Listánk negyedik helyén a magyar sorozat műfaja eléri az elidegenítés és a költségvetés együttes mélypontját. A kulturális pokole tornácán már nincs szükség sem színészekre, sem pedig szerepekre. Tália Istenasszonyt soha nem erőszakolták meg szemérmetlenebbül. Tália Istenasszonynak talán nem kellett volna olyan rövid szoknyát fölvennie. Negyedik, a gyanú árnyékában. Jézusom, mi volt ez? Egy kisbaba leesik a lépcsőről és eltörik a lába. Úristen, nem hiszem, mert valaki nyitva hagyta a rácsot! Az anya mostoha lányát hibáztatja. Te hagytad nyitva a rácsot? Igen? Nézd a szemembe. Nem. Az apa nem tudja, ki mellé álljon. Miből gondolod, hogy ártana neki? Naívak. Az állandó viták pedig tragédiához vezetnek. Alexa! Én azt érzem, hogy itt csattanós megfejtés született a magyar színjátszás válságának a megoldására. A magyar színjátszás válságának megoldása a pusztulás. Nem kellenek színészek, civilek kellenek, hiszen úgy sincsenek szerepek, nincs mit eljátszani. Te vagy a férfi, akit megcsal a felesége. Forgunk, ugye? Egyből. Tehát arról van szó, hogy mivel hogy nincsen színész, nincsen szerep, nincs mit elmagyarázni, egyetlen egy dolgot kell tudnod, hogy te civil vagy, és hogy nem tudod szól előadni ezt, mert minél szarabb, minél elidegenítőbb, minél a színjátszásnak minél inkább az ócska és hitvány karikatúrája az egész, annál jobb, annál természetesebb, hiszen itt most már mi nem egy színi élményt szeretnénk átadni. Nem a színjátszás élményével kereskedünk, mi itt egy reality élményt akarunk átadni. Azt az élményt akarjuk átadni, hogy a kedves tévénéző is lehetnél. Uh-huh. Tehát, hogy a tévénéző is alkalmas arra, amit te csinálsz. Valójában itt már semmilyen módon nem lépünk el a vasaló meg a vasalódeszka mellől, hanem a vasalóhoz meg a vasalódeszkához szállítjuk le a színjátszásnak a nívóját. Amíg a Barátok közt az talán a dramaturgia bukása, ez majd, hogy nem az írás bukása, de hát nincs írás, ez egy scripted reality, úgy csinálunk, mintha ez létezne ez a történet, mintha épp a kamerával sikerült volna felvenni a családi drámát, itt már nem írók vannak, itt már jegyzőkönyvvezetők vannak, ő csak legépeli, ami a bíróságon történik. Mit kellene ezen megírni, micsoda hülyeség lenne? Hozzá kell tenni, hogy még ezt az ocsmányságot sem tudják a magyarok maguktól legyártani, hogy ez is egy nemzetközi formátum. Ez is Amerikából német közvetítéssel adaptálták, ahogyan mindent. Tehát az audiovizuális kultúra színvonalát önerőből, saját magukra hivatkozva, a saját úgynevezett kreativitásuk nyomán nem tudták volna ilyen mélyre rúgdosni, nem is merték volna ilyen mélyre rúgdosni. Tönkretenni se tudják egyedül? Igen, tehát hogy arról van szó, hogy ehhez is a tengeren túlról onnan kell lehívni a meghatalmazást, mert annak a meghatalmazásnak a birtokában lehet a csatorna szintjéig lerúgdosni a kulturális nívót. Annyiban sietnék megmentésére az alkotóknak, hogy ők legalább még pontosan tudják, hogy ez lesz. Te tényleg azt gondolod, hogy ez mentsége a készítőknek, hogy ők pontosan tudták, hogy milyen szart fognak csinálni, és hogy eleve ez volt a tervük? Hát én azt gondolom, hogy ha van súlyosbító körülmény, vagy van olyan, ami aztán igazán terheli őket, az ez, a tudatosság. Most ez olyan, mintha azt mondanád, hogy mentségére szolgáljon a gyilkosnak, hogy előre kitervelte a gyilkosságot, már hetekkel előbb pontosan tudta, hogy fogja elkövetni. Pontosan, hát ez nem ára mentsége legyen. Pontosan erre szeretnék utalni, hogy ez nem feltétlenül mentsége, de ennek az ellenkezője sem mentség. Tehát ha tudták, ha nem, hogy lesz, nem jönnek ki jól belőle. A családi titkok és a gyanú árnyékában előtt egy évtizeddel a magyar közszolgálati média bebizonyította, hogy az adónkból már is képes megütni a legalávalóbb kulturális nívót. Harmadik, református ifjúsági magazin. Szia! Szia! Valami baj van most? Igen. Úgy érzem, hogy beszélnünk kellene a kapcsolatunkról. De hát miről kell beszélni, hiszen minden rendben van, nem? Szeretjük egymást, ennél többre nincs szükség. Szerinted minden rendben van, szerintem pedig egyre többet foglalkozol a haverjaiddal. Az, hogy rám időt szakíts, az már luxus.
Ezt így nem lehet csinálni. Egy kapcsolat nem erről szól. Nekem szükségem van arra, hogy ott legyél mellettem, és soha nem vagy. Azt látjuk, hogy amit a családi titkok meg a gyanú árnyékában profi körülmények között, profik által készítve sikerült megvalósítani, azt a leírhatatlanul, azt az elképzelhetetlenül alacsony színvonalat, azt naivitással, szentlélekkel, egyfajta belső tenni akarással és egy ilyen hithű református atyafiúi buzgalommal is sikerült produkálni állami költségvetésből a 90-es évek során. Ezért értem ki arra, hogy lám, pontosan tudjuk, hogy lesz a kereskedelmi tévénél, de megcsináljuk, mert ezeknek minek jobbat. Míg a közszolgálati percek, a református vallás híveinek, követőinek jutó perceknél pedig ugyanezt történik, csak fogalmunk nincs róla, hogy lesz, hanem megcsináljuk, minden igyekezetünkkel marha jó lesz. És az eredmény ugyanaz. Igen, tehát hogy azt látjuk, hogy nyereségvágyból hasonlóan gyalázatos teljesítményekre képes a magyar civil, mint az üdvözülés vágyából. Itt letudtuk a közszolgálati perceket, ugye van napi híradó, van kisebbségi magazin, ugye ezek a Nas Ekrán és társai is olyanok voltak, hogy soha nem ültél úgy a tévé előtt, hogy jaj, de kár, hogy románul van és feliratos, hát olyan jó ez a sorozat ebben a nemzetiségi félórában, hogy minden héten ide tapasztalt tévé elé. Mert a lényeg az volt, hogy nemzetiségi nyelven szólaljon meg. Már mindegy, mi a műsor, mert a közszolgáltatás a nyelv. Itt a közszolgáltatás az az, hogy valamennyire az adott valláshoz kapcsolódó tanokat viszünk fel, hogy milyen színvonalra, milyen színvonalon kerül a képernyőre, az már mindegy. A 80-as évek végén a kultúráért felelős elvtársak úgy döntöttek, hogy ha itt egy nap piacgazdaság lesz, azt ők minden erejükkel meg fogják nehezíteni. Jelentem, a kísérlet sikeres volt. Második szomszédok. Talán fölösleges nektek elmagyaráznom, hogy egy változó korszakban élünk. Se azt nem tudjuk pontosan, hogy mi volt, se azt, hogy mi van, azt meg csak álmodjuk, hogy mi lesz. A papám azt mondta, hogy ez csak átmeneti zűrzavar, és rövidesen minden úgy lesz, ahogy volt, és akkor megint rend lesz. Hallgass meg a papádat is, de figyelj arra is, amit a tanárurak mondanak, és próbáld meg kialakítani a saját véleményed. Egyelőre más nem tanácsolhatok. Bár ez a sorozat az idejének a nagy részét a rendszerváltás után töltötte a képernyőn, valami 12 éven keresztül futott a sorozat, és a 12 évből mindössze 2 évet töltött a szocializmusban. Ennek ellenére az a benyomásunk, hogy ez vastagon a szocializmushoz tartozik. Annak ellenére, hogy 88-tól 99-ig tartott a szomszédok, az az élményünk, hogy ennek semmi köze nincsen ehhez az új rendszerhez, hanem ez még vastagon a kádárizmushoz, a szocializmushoz tartozik. Olyan mértékben a szocialista kultúrpolitikának a terméke a rendszerváltás tudomásul nem vételének a gesztusa és a szándéka fejeződik ki mindennél erősebben és intenzívebben a szomszédokban. Az a szándék, hogy nem hagyjuk, hogy a kádárizmus leváltsák a lelkekben. Odakint a valóságban le lehetett váltani, a berlini falat meg a vasfüggönyt le lehetett dönteni, a Lenin szobrokat ki lehetett paterolni a szoborparkba, de a lelkekben más a helyzet. A lelkekben nem fogjuk engedni, hogy le lehessen váltani a szocializmus szellemét és Kádár János elvtársat, úgyhogy le fogunk gyártani egy olyan kulturális terméket, amit fogyasztva, és ez a szomszédok, az emberek meggyőződhetnek arról, hogy nem változott semmi, továbbra is a szocialista embert formáljuk meg, még hogyha a szocialista gazdaságot, meg a szocialista kultúrát, meg a szocialista országot, meg a szocialista kormányzást azt elbuktuk. 10 évre belemarta a körmét a nyugat felé vándorlásba, és visszatartotta, ő a handicapje, a nehezéke annak,
hogy felfogjuk, mi történik nyugaton. Bocsássál meg, nem a vándorlásba, a változásba. Tehát mi, ő nem a kivándorlás elől tartott vissza minket, hanem a változás elől, hogy olyanokká bírjuk válni. Kulturális vándorlásra gondolok, amit egy helyben el lehetne végezni. Fel tudod azt fogni, hogy miközben Vágási Matyi megszületik, addig a Família Kft. Is műsorom van. Ez egyszerre történik, ez a kettő. Egyszerre történik az el nem követett rendszerváltás és az elhibázott. Ugye? Egyszerre történik az, aminek meg kellett volna történni, de elmaradt, és egyszerre történik az, ami megtörtént, és jaj, de nagy baj, hogy megtörtént. Az egyik úgy csinál, mintha nem is volna szükség a változásra, és elhazudja azt, hogy itt változnak a dolgok, és visszatartja. A másik, az pedig úgy csinál, mintha már rég túl lenne rajta mindenki, és már Amerikában lennénk, de minimum Ausztriában. És mindenkinek sikerült volna. Aha. Igen. A 10 leghitványabb magyar tévésorozat közül 9-et már megneveztünk, az első helyezett pedig a leggonoszabb tréfa, amit kulturális elit egy nemzedék rovására valaha is elkövetett. A 10 leghitványabb magyar tévésorozat. 10. Egy rémrendes család Budapesten. 9. Pasik. 8. Frici a vállalkozó szellem. 7. Barátok közt. 6. Família Kft. 5. Szimat szörény a szuperebb. 4. A gyanú árnyékában. 3. Református ifjúsági magazin. 2. Szomszédok. A 90-es évek derekán a baloldali kulturális kormányzat úgy döntött, hogy hatalmas pénzt szivattyúz ki a költségvetésből, és ha már alkalma nyílik rá, felkelti az iskolások érdeklődését a természettudományok iránt. Javíts egy jegyet fizikából, és tedd gazdagabbá Smukkandort. Első Őrgammák. Fáradok, öregem, hogy a játék lesz egyre nehezebb. Szilnia már ilyen szépen adja. Rakbukka van nekem bajom. Szénjáték csinálom és láttam. Annyi. Ez a menet minden esetre megint az enyém. Mászlista. A tudás, haver, a tudás. De azért a te vezérelőd is bekapott egy torpedot. Akarsz még egy visszavágót? Teljes leégés volt. Persze. Már megint elhuttokoltad a stexedet. Pedig az mire való? Szilniára. A magyarok lelki és pénzügyi kifosztása zömében külön történt az elmúlt évtizedekben. Itt sikerült egyidejűleg végrehajtani. Tehát itt egyszerre vettek ki pénzt a zsebünkből, és hát illúziókat és referenciákat a lelkünkből, meg a szellemünkből. Ez egy tudományos ismeretterjesztő sorozat, Robi. Felkezdi... Ezt röhögés nélkül hogy vagy képes így elmondani? Úgyhogy komolyan gondolom. Azoknak ad egy kapaszkodót az életben, akik fizika órán hátulról bekiabálnak, hogy jó, és mire fogjuk tudni ezt mi használni? És végre megadta a választ Jotó Zolg, meg Szombati Gyula, meg Xenia. Aha, tehát végül is megtudtuk, hogy ezt arra fogjuk tudni használni, hogy fénysebességgel repüljünk, hogy egy fekete lyukon át tudjunk haladni. Nem lehet fénysebességgel repülni, hipertérugrással lehet eltüntetni milliókat. Az működik, de az nem fénysebes, nem úgy történik, ahogy te képzeled. Ha úgy történne, már neked is sikerült volna. Nekem végig az volt az élményem, amiközben ezt így néztem a 90-es években, én nem akartam elhinni, hogy vigyék a pénzt, csak ne kelljen ezt nézni. Hát, hogy mennyivel korrektebb, tisztességesebb dolog lett volna egyszerűen ellopni a pénzt, és nem legyártani az Őrgammákat. Hát, esküszöm, hogy jobban járt volna mindenki. De mindenki. Én már tudomásul vettem, hogy ezt a pénzt ellopják. Nincsen semmi szükség arra, hogy azzal hülyítsenek engem, hogy mi ez a Xenia Lázis. De ehhez nem kell Szulák Andrának koltoznia. És az a jó, hogy a mostaniak már pontosan jól érzik ezt. Tehát pontosan tudják, hogy itt a lopáshoz egyáltalán nem kell semmit csinálni, egyszerűen el kell lopni a pénzt, és kész. Végre. Hogy ennyi. Igen, hogy ezt is sikerült megtanulni. Ez is egy tanulási folyamat volt, amihez szükség volt 20 évre, meg az Őrgammákra. Az igazság, Robi, hogy befektetés nélkül nem tudsz kivenni értéket semmiből. Hogyha nem, a szenvedés nélkül nincs fitness, kocka, has, meg semmi. Ha ezt az Őrgammákat nem csináljuk végig, akkor soha nem születik meg Császár Előd és Ördög Alexa a duettje. A titkos szerelem. Igen.
Itt Szulák Andrea a főgonosz, ugye? Azt hogyan kell Szulák Andreától megijedni? Tehát hogyan kell megijedni az űrben, hogy az ember elképzeli az űrt, és akkor kiszabadul oda az űrbe, és te jó Isten, itt valami rettenetes dolog fog velünk történni, el fog jönni értünk a rém, és nem az Alien jön el, hanem Szulák Andrea. És azt rikoltozza, hogy mi ez a Xenia láz. Ha rám rúgná az ajtót egy ilyen lézerfegyverrel a Xenia szerepében Szulák Andrea, annyit kérdeznék, hogy rajzolni, mutogatni, vagy beszélnem kell? Én azt érzem, hogy a marslakóknak ez kifejezetten a kulturális előzménye. Ugye? Jáksó László elég biztos kézzel nyúlt egy olyan formátumhoz, ami egyszer már működött Magyarországon. Kitalálni valami űrbaromságot, ugye? És erre hivatkozva hatalmas költségvetési pénzeket lenyúlni, ugye? A marslakók legalább akkora hülyeség, mint az űrgammák, gondolta Jáksó László, és nem tévedett nagyot. És a sorozat is elkészült, meg a pénz is meglett. Úgyhogy minden rendben van. Úgyhogy várjuk az újabb és újabb űr***at, és mi már is fizetjük az adót. Tehát már is fizetjük be az adót, mert tudjuk, hogy erre, ha valamire, erre megéri fizetni. Ha valami egyszer bestiális, az sorozatosan elkövetve minden epizóddal egyre főbenjáróbbá válik. A gyilkosság borzalmas, a sorozatgyilkosság a borzalom szakadatlan folyama. Köszönjük a mozgókép istenének, hogy az előző órában megnevezett sorozatok többsége már lekerült a képernyőkről. Köszönöm Horváth Oszkár barátom és kollégám segítségét, jövő héten is lesz objektív, addig se felejtjék, hogy az ördög nem alkuszik. Kulturált jó éjszakát kívánok! Az a legjobb himnusz, amibe a leginkább bele tudod vetíteni a szíved fájdalmát. Ezek a dalok, ezek ránk vallanak. Ezek a mi létállapotunkat rögzítik. Miért ez az a magyar dal, ami a legeslegkíresebb? Nem tudok még egy olyat, ami ekkora karriert futott volna be. Egy sötét, kilátástalan, árnyékos fél óra erejéig bárki lehet magyar. Te is lehetsz magyar. Ez nem valami ócska folklór. A 10 legfontosabb magyar himnusz. Sznobjektív. Puzsér Róbert műsora vasárnap.